Sziasztok! Most, hogy végigjártam az összes Baleár-szigetet, gondoltam, hogy csinálok róluk egy ilyen összefoglaló, meg összehasonlító videót, hogy melyik szigetet kinek ajánlom. A görög Jón-szigetekről is készült annak idején hasonló videó, ennek a linkjét letettem a leírásba, ott megtalálod, hogyha esetleg arra is kíváncsi vagy. Na jól van, nem is szaporítanám tovább a szót, jöjjön az intro, és aztán kezdem. Szerintem csak kevesen tudják, de a Baleár-szigetek gyűjtőnév alatt összesen 5 nagyobb szigetről beszélünk, plusz az ezekhez tartozó, egyéb kisebb-nagyobb szigetekről. A leghatalmasabb ezek közül Mallorca. Utána jön Menorca, aztán Ibiza, majd Formentera, végül Cabrera. Ezek a szigetek az ibériai félszigettől keletre 100-200 km távolságra a földközi tenger nyugati medencéjében találhatók. Manapság Európa legnépszerűbb nyaralóhelyeinek számítanak a kellemes klímájuk és egyéb adottságaiknak köszönhetően. Szinte mindegyik sziget más és teljesen mást is kínálnak, ezért tartottam fontosnak csinálni egy ilyen videót. Kezdjük a Cabrera szigetcsoporttal. Na oké, itt nem jártam, de nyugi, te sem fogsz, mert hogy az egész, még a környező víz is nemzeti parkában nyilvánítva. A szigetnél kikötni, illetve annak szárazföldjére lépni csak külön engedéllyel lehetséges. Az 5 sziget közül ez a legkisebb, területe mindössze 13 négyzetkilométer, legmagasabb pontja 172 méter. Én Cabrerát csak a Mallorca déli részén tett túrázásaim közben láttam. Szerintem ennyi elég is belőle, hiszen halandó ide úgysem fog eljutni. Mint mondtam, mindegyik sziget mást kínál, így érdemes tisztában lenni azzal, hogy pontosan mit is, máskülönben nem biztos, hogy tetszeni fog, ahova mész. Úgy gondoltam, most kicsit másképp csinálom a dolgot, és ilyen gyűjtőszavak köré csoportosítva mondom el a frankót, nem pedig minden szigetre egyesével kitérve, így talán jobban látjátok majd a hasonlóságokat meg a különbségeket. Árak. Az első és legfontosabb, hogy mindegyik sziget drága. A spanyol szárazföldhöz képest is a magyar pénztárcához mérten meg aztán főleg. Talán Mallorca a legolcsóbb, bár mondom, így se egy filléres desztinációra gondolj. Utána jön Menorca, majd Ibiza, végül Formentera. Az utolsó 2 említett szigeten olyan szintű letaglózó, pofátlan árakra készülj, amit csak a legvadabb álmaidban képzelsz el. Íme egy kép Ibizáról, a 20 centi átmérőjű pizzáról, ami 17 euróba került, Formenterán meg mutatnék egy ebédet, meg annak számláját, illetve egy tengerparti bárban evett hotdog, kóla, meg olivabogyó blokkján is 15 euró szerepelt. És ha már árak, Formenterán még csak lehetőséget sincs olcsó helyre menni. Ugyan van a szigeten egy spár, meg 2 eroszki üzlet, ahol talán nem kell a vesédet eladnod, ha bevásárolnál, de ezen kívül csak ilyen kisebb szupermarketek vannak, amik mind olyan áron adják a portékát, amennyiért akarják. A maradék 3 szigeten mindegyiken van Lidl meg Aldi, több is. Ha jól emlékszem, Majorkán csak Lidlből 16 darab van. Ezeken a helyeken normál árakon tudsz hozzájutni mindenhez. Közlekedés. Mind a 4 szigetnek van buszos tömegközlekedése. Ezt sehol nem próbáltam, de a lényeg, hogy van. Ugyanúgy, ahogy taxik is. Sőt, Majorkán még vasút is akad. Ezek mellett reptér is van, ahova szinte az összes ismertebb fapados légitársaság indít járatot, tehát emiatt ezekre a szigetekre egész olcsón el lehet jutni. Az egyetlen kivétel Formentera. Ott nincs reptér, ez csak Ibizáról, Ibiza városból indulva komppal elérhető. Apropó komp. A szárazföldről Barcelonából, Valenciából meg Déniából vannak járatok. Több társaság is van, mint például a Baleária vagy Menorca Lines, esetleg a GNV. Én utóbbit ajánlom, ez a legolcsóbb. Velük egy Valencia-Pálma út 55 euró körül alakul, a Baleáriával ugyanez 130-tól indul. A GNV mondjuk egy igazi gyász firma, de hát ennyi pénzért nyilván sokat ne várj. A szigetek között úgy szint van lehetőség repülni. Egy Majorka-Menorca út cirka 45 perces, és nem is egy ökör ára, nagyjából 80-90 euró. Vagy ha gondolod, a szigetek között ugyanúgy kompozhatsz, mert az is megoldott. Itt viszont mindig csak az egyikről a legközelebbire tudsz átmenni, tehát Menorca-Ibiza járat nincs. Sajnos a szigetek között a GNV nem teljesít szolgálatot, így itt csak a Baleária meg Menorca Lines társaság marad az igencsak húzós áraival. Csak egy példa, Mallorca-Menorca járat 120 euró, tehát egy retúrjegy 240. Az ár egy kocsira, meg egy utasra értendő, és tényleg egy kabaré, hogy ez így drágább, mint hogyha repülnél egyik szigetről a másikra. A közlekedésről még annyit, hogy mind a 4 szigeten van autókölcsönző, és a helyiek mindenhol úgy vezettek, mint az állat. Majorkán a főváros, azaz Pálma, meg Alcúdia környékén folyamatosan dugó szokott lenni, illetve a parkolóhelyeket mindenhol vadászni kell. Kocsit bérelned muszáj lesz, mert anélkül nem lehet érdemben felfedezni egyik szigetet sem, kivéve talán Formenterát, meg mondjuk Menorkát. Utóbbi kettőnél egy elektromos kerékpár vagy egy robogó is megteszi. Programok. A legtöbbet már csak méretéből adódóan is Mallorca tudja nyújtani. Itt minden van, amit csak akarsz. Hegyek, tengerpart, kulturális dolgok, bulik, bevásárlóközpontok, stb. Stb. Mondhatni, minden szempontból ez a legkönnyebb, meg legkényelmesebb sziget. Ibiza már jóval gyengébb ebben a tekintetben. Ott csak a turista gettók, mint például Ibiza város, meg Sant Antoni környékén vannak ilyenek, azon kívül semmi. Menorca meg a fővárost, Maót leszámítva teljesen halott ez ügyben. Formentera az meg 0/0. Ott szó szerint semmi nincs. Mondjuk abban pont ez a szép. Azt az utolsó Európán belül található kis édenkertet csak azoknak ajánlom, akik kifejezetten erre vágynak, hogy a semmi közepére, csodás természeti környezetbe elvonuljanak. Ha téged nem érdekel a tenger meg a laza kirándulások, sétálgatások, biciklizések vagy a parton andalgás, akkor ez biztosan nem neked való. Itt nincs buli, nincs shoppingolás, nincs rongyrázás. Itt egyszerűen csak nyugalom van. Menorca kicsit hasonlít Formenterához, ezügyben túl sok mindent ott sem tudsz kezdeni magaddal. Így aki pezsgésre vágyik, az ne közül a 2 sziget közül válasszon, mert annak hamar unalmassá válhatnak ezek a helyek. Mallorca buli szempontjából nem áll rosszul, a briteknek ott van Magaluf meg környéke, a németeknek meg arenális körzete, vagy ahogy ők hívják, Ballerman. Azon belül is a Bierkönig az, ami mindent visz. Itt tulajdonképpen éjjel-nappal megy a tivornya, legjobb tudomásom szerint szezonban napi 1 óra szünet van. Reggel 7-kor ugyanis bezárnak, hogy összetakarítsanak, de 8-kor már nyit a hely, és hidd el, vannak olyan emberek, akik olyankor már a teraszon isszák a sört. De ha az igazi parti élményt keresed, akkor nem kérdés, hogy Ibiza hova menned kell. Itt a világ legjobb, legnagyobb, legismertebb klubjai várnak. Bővebben nyilatkozni nem tudok ezzel kapcsolatban, mert nem próbáltam, nem ezért voltam ott. Tourist go home. Sajnos a tömegturizmus minden egyes szigetet sújt, vagy legalábbis kezd utolérni. Majorkán meg Ibizán komplett turistagettók vannak kialakítva, és már olyan szinten túlterheltek ezek a helyek, főleg Majorka, hogy lassan állandósulnak a zavargások a helyiek részéről, hogy takarodjanak haza a turisták, mert élhetetlenné teszik a szigetet. Többet mond minden szónál, hogy Majorka állandó lakossága nincs kerek 1 millió fő, ehhez képest évente, most figyelj, 18-19 millió ember látogatja meg. A 2024-es becsült érték pedig 20 millió. Szezonban szó szerint egy egészségeset nem lehet itt fingani, annyian vannak. Ibiza dettó. A 150 000 fős lakosság mellé évi 7-8 millió nyaraló érkezik. Menorkán szerencsére még nem ennyire durva a helyzet, és ott nem is nagyon engedik az ilyen mega-giga hotelkomplexumok építését, bár nyilván akad pár, ugyanúgy, ahogy Formenterán is. Tenger. A legszebb partokat egyértelműen Formenterán találod. Nem véletlenül világhírű a Ses Illetes nevű strandja. Vakító fehér homok, türkiz víz, egyszerűen pazar. Ez tényleg olyan, hogy egyszer mindenkinek látnia kéne. De ez a Csepp-sziget szerencsére nem csak ennyit tud, hiába kicsi, elég változatos partszakaszai vannak. Utána holtversenyben Ibiza és Menorca a második. Itt is minden van, amit elbírsz képzelni, homokos, sziklás, kavicsos strand egyaránt. Mindkét helynek vannak rejtett gyöngyszemei ezügyben. Tényleg olyan partokról beszélünk, ahol csak 1-2 ember lézeng, vagy egyszerűen tényleg nincs is ott senki. Menorkáról állítják, hogy több strandja van, mint Ibizának meg Majorkának együttvéve, de ez nettó baromság. És ha már Majorka, na az biztos, hogy annak sem kell szégyenkeznie ebben a versenyszámban, sőt. Egyébként strandok szempontjából szerintem nem tudsz mellélőni, mindegy melyik szigetet választod. Az viszont biztos, hogy Formenterát leszámítva Mallorca, Ibiza, meg Menorca partvonalára is igaz, hogy az északi rész sokkal meredekebb és vadabb, a déli lankásabb és egyszerűbben fürödhető. Nyelvhasználat. Érdekes, de a 4 szigetnek megvan a maga saját közönsége. Majorkán elsöprő többségben vannak a németek, sőt azt hiszem mindent elárul az a tény, hogy ők maguk között Majorkát csak úgy emlegetik, mint a 17. német tartományt. Itt tényleg mindegy, merre mész, csak azt fogod hallani, hogy ja, ich will mal saufen gehen, Alter, was ist mit dir los, willst nicht oder was? Menorca ezzel szemben egyértelműen a briteké. Ott meg csak ebbe futsz bele, hogy oh, I want to take a picture. Oh, yeah, oh, well, oh, no, if you know what I mean. Ibiza már elég vegyes, németek meg britek egyaránt vannak, illetve egész sok francia meg olasz is volt. Formentera ugyanígy. Ennek a dolognak egyébként van egy óriási előnye. A spanyol nyelvre egyik szigeten sincsen szükséged, simán elboldogulsz az angollal vagy némettel. Közbiztonság. Ebből a szempontból egyértelműen Formentera a nyerő. Azon a szigeten a bűnözés fogalma gyakorlatilag ismeretlen. Itt még az ilyen piti lehúzások sem játszanak, a strandon is nyugodtan otthagyhatod a cuccot, mikor bemész a vízbe. Ezt követi Menorca. Soha egy pillanatig fel sem merült, hogy itt bármiféle atrocitás érhetne. Még afrikai zugárusok sem nagyon vannak, nemhogy kizsebeljenek vagy hasonló. Mondjuk arra érdemes készülni, hogy elég sok hajléktalan él a szigeten, ezekben a sírkamrákban meg barlangokban. Az viszont kétségtelen, hogy ők sok vizet zavarni nem fognak, főleg nem téged bármilyen szinten fenyegetni. Mallorca meg Ibiza viszont már más világ. Itt már bármi előfordulhat, hogy a kocsit feltörik, meglopnak a strandon, valamilyen csalás áldozata leszel, és így tovább. Ibizán ez az egész súlyosbítva van a drogbizniszszel, illetve ez a bulisziget mi volta, elég sok rossz arcú embert vonz oda. Mivel a szezon már lehörgött addigra, mire én eljutottam oda, így nem találkoztam zugárusokkal, pedig állítólag nyáron tele van velük minden. Mondjuk ez Majorkán tényleg így van, és ott első kézből tapasztaltam ezt. Minden felkapottabb strandon 2 percenként megy oda hozzád valamilyen afrikai srác, hogy főnök, vegyél már törölközőt, vagy szemüveget, vagy szalmakalapot. Lakókocsival. Nem hiszem, hogy túl sokan járnak be úgy a szigeteket, mint én, hogy lakókocsival, vagy hát mikrokemperrel, vagy nevezzük akárminek, de akik erre készülnek, tessék pár hasznos infó. Szó szerint senki le se szarja, hogy hol állsz meg vele, legyen az Natura 2000-es terület, vagy egy város széli parkoló. Egy a lényeg, ne rakodj ki semmit. Se asztalt, se kis széket, se nagyanyám térde kalácsát. Amíg nem feltűnő és közt meg nem pakolod szét a bazárod, mondhatni láthatatlan vagy. Az összes sziget tele van szebbnél szebb spotokkal, ahol meg lehet állni, arra viszont készülj, hogy szezonban ezek legtöbbje foglalt. Ja, meg ki ne felejtsem, Ibizán volt némi franciaországi dejavűm, ugyanis sok parkoló bejáratánál 2 méteres magasságkorlátozás van, így nagyobb géppel esélytelen beállnod. Most pedig nézzünk rá egyesével a szigetekre. Formentera Cabrera után a második legkisebb. Alig 82,5 négyzetkilométernyi területű és 11 000 ember lakik itt. A fő városok Sant Francesc és Sant Ferran. A komkikötő La Savina városában található. A keleti rész egy átlag 120 méter tengerszint feletti magassággal rendelkező plató, ahol gyakorlatilag semmi érdemleges nincs. A nyugati feléről ugyanez elmondható. A központi rész átlagos magassága alig 10-15 méter, és itt vannak a legjobb strandok, meg úgy egyáltalán minden más is. A szigeten nincsenek távolságok, a 2 legtávolabbi pontja légvonalban is alig 18 kilométerre van egymástól. Bringával jól be lehet járni, mert alig van szintkülönbség. Ezen kívül továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ez a sziget egy paradicsom, és aki tudja, nézze meg a saját szemével. Ibiza már más tészta. 575 négyzetkilométeres területével kicsit nagyobb, mint Budapest, viszont csak 150 000 ember lakja. A domborzata sokkal vadabb, itt szerintem nem nagyon kell bringázni. Oké, a legmagasabb pontja nincs 500 méter, de sík felület alig van, így állandóan dombra fel, dombról lejáték megy. A sziget nyugati felén olyan naplementékben lehet részed, hogy kajak összepiszkolod magad a látványtól. Elmondanám, hogy megfelelő körülmények között még az ibériai félsziget is látszik, pedig az bő 100 kilométerre van innen légvonalban. Ha bulizni vágysz, egyértelműen ez a te helyed, de szerencsére a sziget nem csak ennyit nyújt. Magam sem gondoltam volna, hogy ennyi természeti szépségbe fogok belefutni, igazán kellemes meglepetés volt. Menorca, hát rólad mit is mondhatnék? Nagyon szerettem ott lenni, ez tény. Külön tetszett benne, hogy a táj rendkívül látványos és változatos. Na itt főleg igaz az, amit az előbb mondtam, hogy az északi meg déli partja ég és föld. Összesen 700 négyzetkilométeren terül el, és 100 000 fő lakik itt. Akit érdekel az ősi kultúra, az nem kérdés, ide kell jöjjön. Ennyi kőkori rommal a maradék 3 Baleár-sziget összesen nem rendelkezik, mint amennyi itt van. Strandokból is akad ezerféle, szóval aki itt nem talál kedvére való dolgot, annak a saját készülékében van a hiba. Bringázni itt szintén jókat lehet, a sziget legmagasabb pontja 350 méter. Az összes közül ez a legszelesebb sziget, mindig fúj valahonnan a szellő. Vagy sokszor a viharos szél, szóval erre készül. A sziget partján körbe menő Camí de Cavalls utat egyre többen fedezik fel maguknak, és amolyan kis El Camino-ként mennek végig rajta. Mallorca idézőjelesen hatalmas. 3684 négyzetkilométerről beszélünk, tehát önmagában 2,5-szer nagyobb, mint a maradék 4 Baleár-sziget együttvéve. 1 millió fő él itt, de ne feledjük, szezonban ez a szám megtöbbszöröződik. Pálma meg környéke, a sziget seglyuka, innen szerintem mindenki meneküljön. Ezen a területen kívül sokkal bájosabb és szerethetőbb arcát mutatja a hely. Mallorcában az a jó, hogy minden itt van egy helyen. Majdnem 1500 méter magas hegyek, tengerpartok, autentikus hegyi falvak, na meg természetesen vagy 10 000 barlang, de szó szerint ennyi. Barlangászoknak ez maga a mennyország, a 2 Mallorcáról készült videóban is megmutattam párat. Ha tényleg rendesen be akarod járni a szigetet, akkor minimum 2, de inkább 3 hétre lesz szükséged, és még úgy is feszített lesz a tempó. A kisebb szigetekre ez a 2-3 hét bőven elegendő, van amelyikre még sok is. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani ebben a videóban, remélem jó összegzése volt ez a dolgoknak, és kaptál megfelelő információt azzal kapcsolatban, hogy akkor végül is melyik szigetet választ, hogyha meg szeretnéd látogatni őket. És most itt a videó végén a záró képernyőn mellettem meg fognak jelenni az említett szigeteknek a videói, a beszámolók róla, amelyik szimpatikus vagy amelyiket még nem láttad, arra kattints rá és nézd meg. Én köszönöm szépen a figyelmet, a végén pedig ugye jöhet a szokásos, hogy iratkozz fel, ne felejts el kommentelni, és ha gondolod, legyél csatornatag. Ha megteszed azt a lépést, akkor plusz videókkal is tudok neked szolgálni, illetve a nyilvánosra kimenő dolgokat, mint például ezt is már napokkal korábban láthatod, mint a többiek. Na, találkozunk legközelebb, sziasztok!